Hangosnak hangos, és méretre is hatalmas, de vajon milyen minőségbe fog ez nekünk szólni? Erre kapunk ma választ, jöjjön a Transmart Element T6 Max. Ha eredeti Windows 10 vagy 11-re lenne szükségetek, akkor nektek való a mai videó szponzora a CD Keysales. Náluk most akciós áron tudjátok beszerezni a Windows 10-et és 11-et is. Nincs más dolgotok, mint bejelentkezni a webshopba, rákeresni az adott Windowsra, amire szükségetek van, kosárba tenni, használni a HU25-ös kuponkódot, amivel további 35% kedvezményre vagytok jogosultak. Ezek után kiválaszthatjátok, hogy milyen módon szeretnétek fizetni. A PayPal az ajánlott, mert ott nincs további tranzakciós díj. Ezek után az e-mailben megkapott eredeti Windows kulcsotokat a vezérlőpult aktiválás menüpontba tudjátok beaktiválni. Kezdjük a csomagolásával, ami nincs túl bonyolítva. Levesszük a fedlapot, és egyből az arcunkba vágódik a hatalmas hangszóró, ami súlyra is jelentős. Ezt félre rakjuk egyelőre, találunk még egy műanyag betétet, amit ha kiemelünk, van benne egy kis tornazsákra hajazó szütyő, amiben bele tudjuk rakni a hangszórónkat, kapunk egy USB-C kábelt, ezzel tudjuk majd tölteni, és egy jack kábelt, ami hát nem túl hosszú, ebből adhattak volna hosszabbat is. Ez az AUX kapcsolathoz kell. Emellett még van egy kis papírtasakunk, amiben megkapjuk a használati útmutatót, és egy-két ilyen plusz kis promóciós kártyát, hogy is kell beüzemelni. Első kézbevételnél egyből érződik, hogy ez bizony nem egy kis jószág. A tetején kapunk egy védőfóliát, ezt lehúzzuk. A készülék egyébként 2 kg-os súlya rendelkezik, és 60 wattos teljesítménnyel. A külseje elsőre engem egy Mac Pro-ra emlékeztet ezzel a hengeres dizájnnal, ennek fontos szerepe lesz a 360 fokos hangrendszer miatt. Ez a dizájn egyébként könnyen beleillik bármilyen környezetbe, mivel nincs túl gondolva, nagyon letisztult az egész, egyszerű, bárhova beilleszkedik, fel tudja venni a környezetének a stílusát igazából. Nappaliba is elhelyezhetjük, de esetleg konyhába, számítógép mellé, tehát beillik bárhova. A súlya és mérete miatt egy kézzel nehézkes felemelni, úgyhogy ez a hordozhatóságból egy kicsit levon. Alapból nem fogjuk mi ezt mindenhova magunkkal vinni, de mivel ez egy hordozható hangszóró, ezért kicsit hátrány, hogy 2 kg-os is ilyen nagy maga a hangszóró test. De hát a nagy teljesítményhez nagy méret és súly is társul sajnos. 4 darab magas hangsugárzóval rendelkezik és 1 darab mélyjel. Ez összesen 60 watt teljesítményre képes, ami nem hangzik kevésnek, kíváncsi leszek, hogy minőségben vajon milyen lesz. A külső borításának kb. A 60%-a alul egy ilyen szövetes bevonattal rendelkezik, ami meglepően könnyen koszolódik. A felső része egy olyan sajtrácsos borítást kapott, ami alumíniumból van, a teteje pedig egy érintő panelbe végződik. Itt tudjuk vezérelni a hangszórónkat. Van hangerő, le- és felszabályzó, van egy Bluetooth gombunk, egy NFC logó is kapott helyet, itt nekünk egy mikrofon gomb, és egy elindítás, megállítás gomb. Bluetooth gombbal tudjuk párosítani az eszközünkkel, a mikrofonos a Voice Assistant-et hozza be, tehát a Siri-t, a Google Assistant-t, tehát ezeket tudjuk vele vezérelni. NFC pedig azért van ebbe a készülékbe, mert könnyedén telefonnal érintéssel tudunk NFC-n keresztül zenét indítani, nem muszáj Bluetooth-on. Ezen kívül még egy visszajelző ledet kapunk a készülék aktuális állapotáról. Ha az alján kiszedjük a kis gumibetétet, akkor kapunk egy USB-C csatlakozót, egy tápcsatlakozót, az USB-C-vel is tudjuk tölteni, és ezzel a tápcsatlakozóval is, egy AUX check bementetet és a bekapcsoló gombunkat. Ezt ezzel a gumibetéttel zárjuk, ami vízállóságra adhat nekünk okot. Igen, IPX5-ös vízállósággal rendelkezik. Ami még nem az, amikor beleajíthatod a medencébe, hanem inkább az, hogy fröccsenő víz és ilyen-olyan eső ezeknek áll ellen. A benne lévő akkumulátor se pici, 12
amperórával rendelkezik, ami nagyjából 20 órányi zenelejátszást eredményez folyamatosan. Ezt 50%-os hangerő mellett lehet kihozni ebből a készülékből. A hangszórónk támogatja a sztereó üzemmódot, tehát egy másik ugyanilyen hangszóróval lehet párosítani. A Transmart gondolt erre, úgyhogy kettő is áll nekünk rendelkezésre, üzemeljük be ezt is, és nézzük meg, hogy csatlakoznak egymáshoz. Ennek a sztereónak a hatótávja annyira nem hatalmas, kb. Egy nagyobb tévé szélességet lehet vele elérni, nem lehet olyan messze vinni egymástól, mert megszakad a kapcsolat, de az alapvető Bluetooth 5.0, ami benne van, az egy egész jó távolságot tud nekünk nyújtani. Egy olyan 10 métert lehet, több fal is lehet az útba, akkor is tudja tartani a stabil kapcsolatot. Tehát mi sem egyszerűbb, a főhangszóróra rácsatlakozunk az eszközünkkel, ezt ugye megtaláljuk a Bluetooth beállításokba az adott eszközön, hogyha nem látnánk, mert éppen egy másikhoz van csatlakoztatva, akkor reszetelnünk kell ezt a főhangszórót, de miután ez csatlakozott, össze lehet a kettőt párosítani, nagyon könnyen. Most, hogy ezt összepárosítottuk, sztereóba fognak nekünk szólni. Ami immár összesen 120 watt teljesítmény fog nekünk nyújtani. Kezdjük az egyiknek a tesztelését, először csak fél hangerőn fogom megnézni, hogy mennyire torzít, mennyi mély van benne. Nézzük meg maximális hangerőn mit tud a kicsike. Tehát hordozható hangszóróhoz képest eléggé hangos. 60 wattot én nem érzek ezen, de jó hangos, és egész tisztán szól, azt hittem torzítani fog, és rendesen mélyünk is van bőven. Akkor nézzük meg maximális hangerőn mind a kettőt, tehát most jön a 120 wattos teszt. Ha a kettőt összekapcsoljátok, egy nagyon jó sztereó élményetek lesz. A hangszóró alja el van látva egy ilyen kis gumitalppal, ami megakadályozza végül is, hogy elmásszon zene közbe. Kell is neki. Olyan szinten mély van, hogy... Tehát az asztalról például simán lelöki szerintem az ilyen kisebb dolgokat. Még most a helyükön maradtak, de nem sok kell, és lemásznak ezek az asztalról, úgyhogy ne nagyon tegyétek telefon mellé, vagy bármi olyan mellé, amivel probléma lehet, ha leesik az asztalról. De végeztünk is már ezzel a teszttel. Köszönöm a Transmartnak, hogy biztosította számomra ezt a hangszórót. Hozzájuk a linket megtaláljátok a leírásba egy kuponkóddal együtt, amivel kedvezményes áron tudjátok megvásárolni. A következőben találkozunk, addig is, sziasztok!